Hamarosan itt az igazi nyár, a szabadtéri sportok legnagyszerűbb időszaka. Egy ilyennel meg is ismertetnénk ma önöket, méghozzá a siklóernyőzéssel. Vendéget hívtunk, Fejl Kornél siklóernyőst köszöntöm itt köreinkben. Honnan eredeztethető egyáltalán ez a sportág? Hegymászók kezdtek lerepülni hegycsúcsokról a 80-as években ejtőernyőkkel. Mivel ez egy olyan sportág, ami aztán tényleg ki van téve az időjárási elemeknek, melyek azok az elemek, amelyeknek ismerete elengedhetetlenül szükséges egy-egy repülés előtt? A lejtőszél és a felmenő meleg levegő áramlatok ismerete. Ha jól sejtem, akkor a termik fogalmára gondolsz. De melyek azok a meteorológiai alapfogalmak, amelyeket meg kell tanulnatok, mielőtt például levegőbe emelkedtek? A szélsebesség, a szélirány, a felhőképződés, zivatarhajlam, vagy akár említhetném a pseudo-adiabatikus grádiánst is. Ha ezzel a fogalommal most nem megyünk mélységeibe bele, inkább azt kérdezem, hogy melyek azok a veszélyek, vagy milyen időjárási események azok, amelyek legveszélyesebbek a siklóernyőzés szempontjából? A zivatarcellák. Mit történhet egy zivatarcella környékén? Hát olyan erős feláramlást indukál, hogy be tud szívni minket. Hogyha egy körbenézek itt a grafikán, akkor láthatunk ilyen havas hegyeket, azért nem emelkedhettek ti akármilyen magasra. Hol van a határ? Magyarországon 2900 méter. Tehát ha jól sejtem, akkor ilyen havas helyeket nyáron nem láthattok. Viszont például a Himalájában talán igen, mert hogy ott is repülnek? Így van, ott akár 8600 méter fölé is emelkednek. Ez már nagyon világrekordszagú, hogyha jól gondolom. Igen, de mindig feszegetik. Mindig feszegetik. Neked mi volt a legnagyobb élményed, amit a siklóernyőzés nyújtott? Amikor átrepültem a Csobáncról a Balatont. Mit láttál akkor? A Kesszai öböltől Tihanyig körbe mindent, és végül Fonyódon a barátok közé szálltam le a parton. Tehát kedves nézők, hogyha kedvet kaptak most a siklóernyőzéshez, keressék akár Kornét, vagy egy siklóernyős iskolát.